Sziasztok! A mai ez egy várandós vlog lesz, vagyis egy olyan videó, amiben mesélek egy picit a mostani várandóságomról, illetve mindenféle ehhez kapcsolódó dologról. Valószínűleg ez lesz az utolsó ilyen videó, mivel amikor ezt felveszem, akkor 34 hetes vagyok, és a videóból majd ki fog az derülni, hogy miért nem lesz már valószínűleg több ilyen videó. Sok izgi dologról lesz ma szó, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy pontosan miről is, akkor tartsatok velem! Megint puskázok a telefonomról, hogy miről is akarok beszélni, hogy semmiféleképpen ne maradjon ki semmi fontos, amit mondani akarok. Ahogyan mondtam, most 34 hetes vagyok, ugye 47 a várandóság teljes időtartama, tehát én 34 hetes vagyok, és szinte pontosan egy hónapon van még hátra, mert hogy programozott császárral fogok szülni. Mégpedig, ha minden igaz, akkor március 13-án. Szerintem itt sokakban fel fog merülni a kérdés, hogy miért programozott császárral szülök, úgyhogy ezt meg is válaszolom. Ugye Lili is császármetszéssel született anno, és akinek az első baba császármetszéssel született, ott azért már nagy az esély arra, hogy a második is így fog születni. Természetesen persze meg lehet próbálni természetes úton is szülni, tehát alapvetően ennek nincs akadálya, de én kikértem az orvosom véleményét, átbeszéltük a dolgokat, és közösen úgy döntöttünk, hogy az én, illetve a baba érdekében is biztonságosabb, hogyha császármetszéssel hozom világra. Ez nem az orvos saját önhatalmú döntése volt, ő nem az a típus, aki így, nem tudom, kényelemből csinál császármetszést, hanem ő tényleg az, aki szakmailag indokolt esetben csinálja ezt, úgyhogy én ezt elfogadtam, ő az orvos, ő a szakember, én bízom az ő döntésében. A 38. hét előtt, valamikor a 37. hét vége felé lesz még majd egy ultrahang, illetve voltam körülbelül 2 vagy 3 hete is egy ultrahangon, szerencsére minden rendben van, a baba is szépen fejlődik, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Mostantól már hetente kell mennem orvoshoz, és hetente csinál egy CTG-t. Ilyenkor a hasamra tesznek egy ilyen kis szerkezetet, amivel gyakorlatilag nézik a babának a szívhangját, hogyha minden igaz. Nincsenek túl jó emlékeim ezzel kapcsolatban, mert amikor Lilivel anno ugye bekerültem a kórházba a 33. héten, akkor ott naponta 2-szer volt CTG, és mindig úgy kellett noszogatni a hasamban a babát, hogy mocorogjon már, meg ébredjen föl, mert szinte mindig aludt, amikor CTG volt, szóval roppant osztantó és frusztráló volt, de reméljük, hogy most nem így lesz. Egyébként nagyon-nagyon aktív a baba a pocakomban, szóval remélem, hogy megtartja ezt a jó szokását a CTG-k alatt is. A másik izgi dolog, ami szintén a héten fog majd megtörténni, az a kismama fotózás, és ez azért is nagyon különleges dolog nekem, mert ugye Lilinél ez elmaradt, hiszen ugye vele 33 hetesen kórházba kerültem, és már nem is jöttem ki ugye a szülésig. Így hát a kismama fotózás az vele elmaradt, de most reméljük, hogy semmi nem fog közbejönni, úgyhogy megyünk együtt, a férjem is jön, meg Lili is, úgyhogy velük is csinálunk közös képeket, meg lesznek természetesen olyan képek, amikkel egyedül leszek. Én egyébként nem akarok ilyen nagyon extra, vagy nagyon szexis kismama képeket. Én nem szeretném magamról olyan képeket, ahol csupaszon látszódik a hasam. Én tényleg csak ilyen kis visszafogott, szép képeket szeretnék a várandóságomról, úgyhogy remélem, hogy ez így lesz, bár a fotós, akihez járunk, eddig is szuper képeket csinált rólunk, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz gond, de nagyon-nagyon várom már. Ja igen, és hát a legfontosabb, amit szerintem kismillióan megkérdeztek tőlem az elmúlt hetekben, hogy mi lesz ugye a baba neve. Azt már ugye elmondtam, hogy kisfiunk lesz, és akik egyébként követnek, főleg Instagramon, ahol mostanában elég sok live videót csinálok, ahol élőben beszélgetünk, és kérdezhettek tőlem, és válaszolok a kérdéseitekre. Szóval, ha nem követtek Instagramon, akkor kövessetek, bent van az Instagramos felhasználó nevem az infoboxban. Szóval ők már tudják, illetve aki követ Facebookon is oda is kitettem. Szóval a kisfiunk neve Vince lesz. Igazából mi egy ilyen teljesen egyszerű nevet kerestünk, nem akartunk sem túl modern, sem túl régies nevet. Nagyon sokáig kerestünk, nagyon sokáig szenvedtünk vele, hogy mi legyen, de nagyon-nagyon örülünk, hogy végre megtaláltuk ezt a nevet. Egy darab keresztneve lesz egyébként, tehát nem lesz kettő keresztneve. Én ezt valahogy egy olyan felesleges dolognak tartom, de értem azt, hogyha valaki úgy dönt, hogy két nevet ad a gyerekének, mi nem szeretnénk, Lilinek is egy darab rövid keresztneve van, és
és a kisfiúnál is így szerettük volna, úgyhogy Vince lesz a neve. Többen is kérdeztétek tőlem, illetve kértétek, hogy legyen olyan videó, amiben megmutatom, hogy mi van a kórházi táskámban. Na most szégyen vagy nem, de így a 34. héten még mindig nincsen összeállítva a kórházi táskám, de nagyon remélem, hogy legkésőbb jövő hétre össze tudom rakni, most már tényleg nem várhat tovább a dolog. Viszont arra gondoltam, hogy azért megosztom veletek, hogy miket fogok beletenni, mert láttam, hogy sokakat érdekel ez a téma. A kórházi táskával kapcsolatban igazából mindenféleképpen azt tudom javasolni, hogy azt a kórházat kérdezzétek meg, hogy mit kell vinnetek, ahol szülni fogtok, mivel általában minden kórháznak van egy ilyen listája a kismamáknak, hogy miket kell magukkal vinni. Ezek a listák egyébként nagyjából egyformák, de kórházanként lehetnek eltérések, hogy hol mit kérnek, úgyhogy éppen ezért fontos az, hogy azt az adott kórházat kérdezzétek meg, vagy olyat, aki már szült ott. Én a Sota 1-es női klinikán fogok szülni, és nekik van egy listájuk, amit annó még Lilinél is megkaptam. Úgyhogy igazából ez szerint a lista szerint készülök, illetve ezt fogom kiegészíteni. Tehát amit a Sota 1-es női klinikán kérnek, a kórházi felvételhez szükséges iratok, személyigazolvány, lakcímkártya, TB-kártya, anyakönyvi kivonat vagy apasági nyilatkozat, illetve terhes gondozási kiskönyv és leletek. Vannak olyan iratok, amiket a kórházban állítanak ki a babáknak, és ehhez kellenek az apának az iratai is, vagy legalábbis fénymásolatok erről, úgyhogy ezeket is mindenféleképpen előre érdemes beszerezni. Aztán a kórházi tartózkodáshoz kérnek szénsavmentes ásványvizet vagy üdítőidat, illetve szívószálat. A szívószálat azt általában a császáros kismamáknak érdemes vinni, tehát aki tudja előre, hogy császármetszése lesz, vagy szívószál, vagy ilyen sportkupakos üveg, mert hogy a császármetszés után nem tudom hány órán keresztül nem szabad megemelni a fejet, mert akkor utána borzasztó fejfájás lesz, tehát csak úgy szabad inni, hogy vagy így szívószálat itt raknak, vagy a sportkupakos üveget tudod ugye a szálhoz emelni, úgyhogy ne borítsd le magad vízzel. Tehát ez mindenféleképpen szükséges. Aztán itt írnak még gyors szénhidrátot, szőlőcukrot, csokoládét, ezt ugye általában azoknak érdemes vinni, akik természetes úton fognak szülni. Én ehelyett fogok vinni ilyen különböző kekszeket, meg ilyen szárazabb rákcsáni valókat, amiket ugye majd így szülés után eszek majd esetleg így kiegészítésként. Aztán ugye tisztálkodó felszerelés, hát ez alap. Én ilyenkor szoktam bevetni ezeket a kis utazó kiszerelésű termékeket, ezeket már egyébként elkezdtem összekészíteni egy neszeszerbe. Viszek magammal ilyen picike micellás vizet, aztán kisméretű arckrémet, illetve hát sampont, ezt nem biztos, hogy viszek magammal, mert nem tudom, hogy mennyire akarok így a kórházban hajat mosni, meg hajat szárítgatni. De egy ilyen pici flakonos száraz sampont már betettem, illetve tusfürdőből abból normál méretűt viszek, mert szerintem az kelleni fog. Illetve én viszek magammal testápolót is, mert emlékszem, hogy iszonyatosan kiszárította a bőrömet az ottani víz. Ezen kívül viszek még magammal vattakorongot, fültisztító pálcikát, fésűt, illetve kövezzetek meg, de én viszek magammal sminket is. Most ne azt gondoljátok, hogy highlighter meg személybúder paletta, meg nem tudom ilyenek. De viszek magammal egy korrektort, meg egy szempillaspirált legalább, hogy egy picit emberi fejet tudjam magamnak varázsolni legalább akkor, amikor jövünk majd haza. Szóval ne azt gondoljátok, hogy én majd ott full sminkben pörülök a baba mellett, de egy-két ilyen alapdolgot fogok magammal vinni. Illetve természetesen kell vinni ugye papírzsebkendőt, szalvétát, WC-papírt, törlőkendőt, ugye ilyen nedves törlőkendőt. Idek még az egyszer használatos bugyit, ez a Tena, illetve hasonló márkák. Ezek ugye amiatt kellenek, mert hogy ugye a szülés után általában elég intenzív vérzés van, és ezek az egyszer használatos bugyik, ezek hogyha összekoszorodnak, akkor egyszerűen csak kidobja az ember, és nem kell mosogatni, meg utána foglalkozni azzal, hogy most kijön-e belőle a folt vagy nem, illetve írják ugye az egészségügyi betétet. Én igazából még nem döntöttem el, hogy miért veszek, a legtöbb helyen a Tenát javasolják, mert ugye az a legnagyobb nedvszívó képességű, viszont a drogériákban is lehet kapni azért hasonló termékeket, és én még nem döntöttem el, hogy pontosan miért veszek. Aztán melltartó betétet szoktak még kérni, én ebből a DMS B-világos verziót fogom megvenni, mert annó azt használtam Lilinél is, és az nekem teljesen jó volt. Aztán kérnek még S-es méretű bimbóvédőt, ezt ugye amiatt, hogy esetleg
könnyebben menjen az elején a szoptatás, illetve bimbóvédőkrémet, ez nekem van itthon, azt hiszem szintén bébilávos talán, úgyhogy azt viszem magammal. Két pár papucs, ugye kell egy pár a zuhanyozáshoz, ez nekem egy ilyen sima vietnámi gumipapucs lesz, illetve egy normál papucs, amit ugye amúgy hordok. Aztán törölköző, köntös, hálóink, fehér nemű, tehát ilyen alapdolgok, én törölközőből legalább kettőt fogok vinni, hálóinkből pedig olyat viszek, ami gombos, hogy ugye a szoptatás miatt ne kelljen az egész hálóinket levenni magamról, viszont én vinni fogok melegítő nadrágot, illetve valami leggingst is. Aztán ugye evőeszköz, pohár, tányér, ezeket is mindig kell vinni a kórházba, tejfokozó tea, ebből én szerintem laktóherbet fogok vinni, mert annó is azt hittem, kell vinni lázmérőt, illetve a rendszeresen szedett gyógyszereket, valamint két darab rugalmas pólyát, vagyis fáslit. Én azt hiszem, hogy szerintem ez is csak a császáros kis mamáknak kell, szerencsére ez nekem még megvan az előző császármetszésről, úgyhogy ezt nem kell vennem, illetve haskötőt is kell vinni. Ez is van nekem, ezt még egy régebbi műtétkor vettem meg, egy ilyen gyógyászati segédeszközboltban, szóval igazából semmi extra márkájú ez a haskötő, de annó ezt hordtam a Lilivel való szülés után is, és igazából nekem teljesen bevált. Ami nincs itt a felsorolásban, de én mindenféleképpen vinni fogok, az ilyen Domestos fertőtlenítő törlőkendő, mert hogy nem hallottam feltétlenül túl jókat a kórházi higiéniával, illetve takarítással kapcsolatban, úgyhogy én biztosra megyek, és inkább viszek magammal ilyesmit, mert jobb, hogyha van ilyen nálam. És akkor a babának is kérnek még ugye néhány dolgot, egy csomag pelenkát, illetve egy csomag popsi törlőt. Én pelenkából még nem döntöttem el, hogy melyik fajtát fogom vinni, viszont popsi törlőből biztos, hogy a Pampers fehér csomagolású szenzitív törlőkendőt fogom vinni, mert én azt használom gyakorlatilag a kezdetek óta is nagyon-nagyon bevált. Aztán kérnek még 5 darab textil pelenkát, illetve bodykat és rugdalódzókat, sapkát és kardigánt, ezt ugye főleg amiatt, hogyha ugye kiviszed a babát látogatáskor a folyosóra, ott azért általában elég hideg van, úgyhogy olyankor érdemes jól fölöltöztetni, hogy nehogy megfázzon. Aztán természetesen kell egy takaró is a babának, amivel betakarjuk, illetve egy cumis üveg, amit én valószínűleg nem fogok vinni, hanem helyette ezt a svéd itató poharat viszem, pont amiatt, hogy ne az legyen, hogy esetleg cumis üvegből kap valamit, és akkor ez ilyen cumizavart okoz nála, és bezavar a szoptatásba, úgyhogy én valószínűleg svéd itató poharat fogok vinni, ezt egyébként lehet kapni a DM-ben is. Ja, és ami szintén nincs még rajta ezen a listán, az a mellszívó, én mindenféleképpen vinni fogok magammal a biztonság kedvéért, azt még nem döntöttem el, hogy a kézit viszem, vagy az elektromosat, mert hogy mindkettő van nekem itthon, de úgy döntöttem, hogy jobb, hogyha velem lesz az is. És nagyjából ennyi minden lesz az én kórházi táskámban, azért átgondolom majd, hogy mi az, amire még feltétlenül szükségem lehet, bár hogyha valami kimarad, akkor természetesen a férjemmel be tudom majd hozatni, de szerintem ez így is elég sok minden, és igazából nem tudom, hogy mibe fog beleférni ez a rengeteg cucc, de remélem, hogy találok egy olyan táskát, amiben elfér minden. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha van bármilyen kérdésetek, vagy megjegyzésetek, vagy tipp, hogy mi az, amit még mindenféleképpen vigyek magammal a kórházba, akkor írjátok meg kommentben. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen annak mindig nagyon-nagyon örülök. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!